Szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai sajtótájékoztatónk témája, hogy a Mi Hazánk Mozgalom stratégiai elnöki tanácsadó testülete két új taggal bővül, méghozzá nem is akárkikkel, hiszen a két új tag már ismert a politikai közéleti tevékenysége alapján az elmúlt évtizedekben méltán szerezhettek országos hírnevet, hiszen egyikük miniszterelnöki főtanácsadó volt, a másikuk pedig egy korábbi kormány tagja, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt, és én most szeretném őket nagyon büszkén bemutatni, akik mostantól segíteni fogják a munkámat, mint elnöki tanácsadók. Akkor kezdem Tóth G. Lászlóval. Tóth G. László, aki 1998 és 2002 között Orbán Viktor miniszterelnöki főtanácsadója volt, de hát nem csak erről lehet őt ismerni. Én magam is már több mint 20 éve ismerem, hiszen egykor még a Magyar Sziget fesztiválon, amelynek főszervezője voltam, a sajtóklub keretében is vendége volt. Ugye a Lovas István nevével fémjelzett egykori legendás sajtóklubban is sokat hallhattuk, láthattuk Tóth G. Lászlót, de akkor ismertetném az ő életrajzát, ami már a 80-as években is hát elkezdődött, hiszen antikommunista nézetei miatt a Kádár korszakban semmiféle politikai közéleti tevékenységet nem végzett, de a nézetei először a Szabad Európa rádió műsoraiban kaptak országos nyilvánosságot. 1989 óta pedig a legkülönbözőbb fórumokon jelentek meg a politikai elemzései, esszéi és publicisztikai írásai, ezen kívül pedig az előbb már említett Lovas István nevével fémjelzett sajtóklubnak is állandó tagja volt. 1990 és 1996 között az Országos Artmozi Egyesület elnöke volt, 1990 és 2002 között a Magyar Mozgókép közalapítvány filmforgalmazói és videókiadói szakkuratóriumának volt az elnöke. A 2002-es választási vereség után nyilván nem is annyira meglepő módon film szakmai tisztségeiről lemondott. 1996-tól 2023-ig a Magyar Polgári Demokraták Társaságának elnöke volt, 2006-ban és 2007-ben a barikád.hu főszerkesztője, illetve 2008-tól 2010-ig az egykori Echo televízió program igazgatója is volt Tóth G. László, politológus és publicista. És ahogy az előbb említettem, több vezető nemzeti politikusnak, jobboldali politikusnak volt a politikai, illetve kommunikációs tanácsadója. Ugye közülük a legismertebb az előbb említett Orbán Viktor miniszterelnök, akinek 1995-től 1998-ig az elnöki tanácsadó testületének volt a tagja, 1998-tól, ahogy már említettem, 2002-ig Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója volt, a miniszterelnöki hivatal főtanácsosa, 1998-tól 2001-ig a miniszterelnöki kabinet kulturális titkárságának a vezetője volt, 2012-től 2018-ig dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kommunikációs főtanácsadójaként dolgozott, ezt követően pedig professzor dr. Tásler Miklós miniszter politikai főtanácsadója volt. És hogy az előbb említettem, ugye Tóth G. László publicista is, önálló írásait tartalmazó 11 kötet mellett több könyv társ szerzője, illetve szerkesztője 2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Ami fontos vele kapcsolatban, hogy jelenleg szabad foglalkozású, illetve a mai naptól kezdve pedig az én munkámat segíti, mint elnöki tanácsadó és ennek a stratégiai tanácsadó testületnek a tagja. És amit még szintén fontosnak tartok vele kapcsolatban elmondani, de utána természetesen átadom majd a szót, és majd ő elmondja, hogy miért döntött úgy, hogy mostantól a Mi Hazánk Mozgalom munkáját fogja segíteni, hogy kizárólag erkölcsi, morális, eszmei kérdésekről beszélgetve jutottunk el arra felismerésre, hogy nekünk együtt kellene dolgozni, és a többit azt majd ő elmondja, hogy miért érzi azt, hogy a Mi Hazánk Mozgalom képviseli mindazokat az eszméket és azt a nemzeti gondolatot, amelyet ő egész életében következetesen képviselt. És akkor Tóth G. László mellett akkor szeretném
bemutatni itt a másik oldalon Raffai Ernőt, akit szintén azt gondolom, hogy nem kell egyébként bemutatni Magyarország lakosságának, mert mindenki, minden magyar a világon éljen bárhol elég jól ismerhet. Egy személyes megjegyzést hagy fűzzek hozzá, hogy számomra különösen megtisztelő az, hogy bemutathatom, mint elnöki tanácsadó, mint a stratégiai tanácsadó testületünk tagját, mert hogy a saját önazonosságom, az azonosság tudatom kialakulása szempontjából nagyon fontos volt Raffai Ernő Trianon titkai című könyve, amelyet, hogyha jól emlékszem, 1990-ben adtak ki, tehát a egyébként elsikasztott rendszerváltozás hajnalán, és én a 90-es években tinédzserként, gyermekként olvastam ezt a könyvet, amely meghatározó élmény volt számomra, és segített elindítani a közéleti politikai pályámon, és büszke vagyok arra, hogy a 90-es években egyszer Raffai Ernő dedikálta nekem ezt a könyvét Szegeden egy könyv bemutatón. Őróla szerintem azt is sokan tudják, hogy az első, a rendszerváltozás utáni első kormánynak, az Antal kormánynak, ahogy mondtam, tagja volt, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkáraként dolgozott, és ezzel kapcsolatban az ő neve nem csak a trianoni igazságtalanság elleni küzdelem során vált közismerté, hanem amikor a jugoszláviai háború elindult, akkor arról is ismerté vált Raffai Ernő, hogy ő volt egyedül az akkori kormányból, akinek volt bátorsága kimondani azt, hogy bizony a magyarok kollektív jogaival is foglalkozni kellene a jugoszláviai háború kapcsán, illetve Raffai Ernő nevét összekötik azokkal a akár fegyverszállításokkal is, majd esetleg elmondja, hogyha el szeretné, ami ugye a horvátok, a születendő horvát állam függetlenségi harca kapcsán vált ismerté. Tehát egy olyan embernek ismerhettük meg Raffai Ernőt, aki különlegesen bátor volt mindig, amikor ki kellett állni a magyar nemzeti érdekekért, és ezért is vagyok nagyon büszke arra, hogy mostantól együtt dolgozhatunk, de akkor az ő igencsak változatos és eseménydús életét vagy élettörténetét is szeretném akkor pár mondatban még ismertetni. Ahogy ugye mondtam, ugye ő eredetileg történész, 1977-ben végzett a Szegedi József Attila Tudomány Egyetemen, 1977 és 90 között egyetemi oktató volt, kisdoktor és kandidátusi disszertációját a 80-as években védte meg. 1989-től az MDF színeiben országgyűlési képviselő az utolsó kommunista parlamentben. Itt hagyjálják meg egy pillanatra, ugye ez azt is jelenti, hogy Raffai Ernő volt igazából az első demokratikusan megválasztott képviselője a magyar parlamentnek, hiszen már még ugye a kommunista rendszer bukásának az utolsó pillanataiban választották őt MDF-es színekben országgyűlési képviselővé. 1990 és 94 között ismét egyéni választókerületben MDF-es képviselővé választották, és ahogy mondtam, ugye ebben az időszakban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkáraként arról vált ismerté, hogy számos alkalommal felhívta a figyelmet arra, amikor megalkuvó vagy opportunista irányt vett az Antal kormányzás, és ő volt az, aki minden egyes ilyen esetben kongatta a vészharangot, sőt, de talán ezt majd ő elmondja, hogyha ha gondolja, sőt, talán éppen emiatt nem lett miniszter, és ezért lett államtitkár, mert túl bátran és túl keményen kiállt a magyar nemzeti érdekek mellett. 1995 és 2011 között a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, tanszék vezetője, 2006 és 2010 között pedig a dékánja volt, 2004-től 2010-ig tudományos rektor helyettese is volt, 1995-től 2022-ig a közgazdász képzést végző Vekerle Sándor üzleti főiskola főiskolai tanára volt Raffai Ernő, 2019-től napjainkig a Magyarság Kutató Intézet kutatója, 2023 és 2024-ben pedig a Trianon kutatócsoport alapító vezetője, emellett pedig a Magyarság Kutató Intézet tudományos tanácsadó testületének tagja. Történészként, ahogy az előbb említettem, a kutatási területei elsősorban Trianon okai és következményei, ezen belül a magyarországi és a nemzetközi szabadkőművesség története és tevékenysége. A szabadkőművesség körében 10 monográfiája jelent meg,
és több könyve és több tucat tanulmánya Erdély és a román-magyar kapcsolatok témakörében. A szabadkőművesség történetéről írt két legfontosabb könyve, a Harcoló szabadkőművesség, küzdelem a katolikus egyház ellen, illetve a politizáló szabadkőművesség, Jászi Oszkár és a Martinovics Páholy államellenes tevékenysége. Három földrész sok országában több száz előadást tartott kutatási témaköreiről, 2010-től napjainkig a Trianoni Szemle egyik alapító szerkesztője. Kitüntetései a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét 2022-ben kapta meg. És akkor most mindkettőjük élettörténetének, eddigi tevékenységének ismertetése után, mielőtt átadom a szót nekik, én még egy nagyon fontos dolgot szeretnék most így mindezek előtt bejelenteni, és pedig azt, hogy a napokban megjelent a sajtóban nagyon érdekes kiszivárogtatásokra, vagy talán valótlan hírekre alapozva az az információ, hogy dr. Borvendég Zsuzsanna, aki az Európai Parlamenti listánk harmadik helyén szerepel, aki a Magyarságkutató Intézet nagyon fontos tudományos munkatársa, őt állítólag miniszteri beavatkozás mentette ki attól, hogy kirúgják, amiért a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltségét vállalta. Ezzel kapcsolatban szeretném akkor még egyszer megerősíteni, amit dr. Borvendég Zsuzsanna már egy közleményben jelzett, hogy abban a pillanatban, amikor ugye most a hét elején hivatalossá vált az ő képviselőjelöltsége, abban a pillanatban ő beadta a felmondását, és ott hagyta ezzel a fizetéssel járó munkahelyét a Magyarságkutató Intézetben, bár az én határozott álláspontom szerint egyébként ez nem is feltétlenül indokolt, hiszen ő nem politikai tevékenységet végzett. A sajtó egy része tudatosan összekeverte például azzal a volt egykori református lelkésszel, aki ugye politikai tevékenységet vállalva elveszítette a munkáját. Nagyon-nagyon fontos különbségek vannak. Egyrészt Tar Zoltán, hogyha jól mondom a nevét, ugye ő próbaidőn volt. Próbaidőn azért sokkal könnyebb valakit kirúgni vagy elküldeni, elbocsájtani. Dr. Borvendég Zsuzsanna nem próbaidőn volt, és még egyszer mondom, ő tudományos tevékenységet végzett, mint történész. Tehát egy teljesen más helyzetről volt szó. Egyébként ő sem tudott arról, hogy bármiféle miniszteri beavatkozás mentette volna be, meg tehát nem tudjuk megerősíteni ezeket a sajtóíreket, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy ő meghozta azt az áldozatot, hogy bár még egyszer mondom, szerintem politikailag nem indokolt, de mégis fölmondott a Magyarságkutató Intézetnél, és ott hagyta a munkahelyét. Ugyanezt tudom bejelenteni most Raffai Ernővel kapcsolatban, akivel tegnap beszéltem, és ő azt mondta, hogy a mai nappal ő szintén ugye a Magyarságkutató Intézetben főigazgatói, tanácsadói posztot tölt be, tehát igen komoly posztot betöltve, a mai nappal beadja a felmondását, tehát ő sem fog a jövőben a Magyarságkutató Intézetben dolgozni. Én ezt óriási dolognak tartom, mind a kettőjük részéről, és még egyszer mondom, politikailag nem tartom indokoltnak, de majd ők elmondják, hogy mit gondolnak a politikai helyzetről, és nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a jövőben nem a Fidesszel, hanem a Mi Hazánk mozgalommal kívánnak együtt dolgozni, és ehhez én csak annyit teszek hozzá, hogy azokat az eredeti nemzeti célokat, ügyeket, amelyeket mi mind Tóth G. Lászlóval, mind pedig Raffai Ernővel már 20 vagy 30 évvel ezelőtt is képviseltünk, azokat az elveket, azokat az ideákat mi együtt visszük tovább, és a Mi Hazánk mozgalom viszi tovább. Nem a Fidesz, nem más párt, nem most születő új pártok, hanem mi vagyunk azok, akik ezeket az eredeti eszméket, ideákat továbbra is rendületlenül, megalkulásoktól mentesen képviseljük. Köszönöm szépen, és akkor én átadom a szót akkor Tóth G. Lászlónak először. Köszönöm a szót. Mindenekelőtt nem szeretnék különösebb politikai, gazdasági és társadalomfilozófiai előadásokba és koncepciókba belemenni, mert ez nagyon sokáig elhúzódna. Ugye az alapvető kérdés az, hogy miért vagyok itt, és miért fogadtam el Torockai László felhívását. Ugye, aki ismeri az életutamat, annak ez nyitott könyv, mindenki tudja, hogy a Fidesz holdudvarához tartoztam, 2000,
kettőig a lehető legszűkebb körökhöz, aztán fokozatosan távolodtam. Mégis mi az, ami arra késztetett, hogy szakítsak a Fidesszel? A dolog nagyon egyszerű. Én a polgári Magyarország ideológiájának az egyik kidolgozója voltam, Tellér Gyulával, Schmidt Máriával, Tőkécki Lászlóval, és nagyon sokakkal még az 1990-es évek elején. Én ma is úgy gondolom, hogy a polgári Magyarország ideájánál nincs jobb elképzelés. A polgári Magyarország az lényegében abból áll, hogy van egy erős középosztály, amelyik gazdaságilag, kulturálisan, mentálisan, mindenféle értelemben képviseli az összmagyar érdekeket, és működteti az országot, és amennyiben egy ilyen középosztálycentrikus társadalomban van egy leszakadó réteg, mert ez mindig van a világon mindenütt, az pedig természetesen a szociális hálók segítségével megpróbáljuk integrálni a középosztályba, és egyébként pedig az egész társadalom úgy épül fel, hogy túl nagy vagyoni különbségek ne legyenek. Na most ennek a polgári Magyarország ideájának ennek vége lett, ezt Lánci András, G. Fodor Gábor és a hozzá hasonló, mondhatnám így számomra, hogy az én nézőpontomból felelőtlen emberek ennek véget vetettek. G. Fodor Gábor kijelentette, hogy a polgári Magyarország az csak egy politikai termék, Lánci András meg lényegében, ugye ez kicsit félreérthető ez a mondat, de valójában nem ezt mondta, de így is lehet érteni, hogy tulajdonképpen a nemzeti tőkés osztály létrehozása az valahol egyenlő azzal, hogy a nemzeti vagyont ellopják, bármennyire is nem tetszik egyeseknek. Na most ez a társadalom és gazdaságkép, ez számomra elfogadhatatlan. Ez azt jelenti, hogy létrejön egy a politikai uralkodó osztályt kiszolgáló, oligarchákból álló réteg, ők lesznek a nemzeti nagytőkések, most nem fogok itt neveket mondani, ezeket mindenki ismeri, és ezek az emberek egyébként, ezt nyilván önök is tudják, ezek egyébként valójában nem képviselik a magyar nemzeti érdekeket, a saját érdekeiket képviselik, a családjuk érdekeit, a barátaik érdekeit, a közvetlen környezetük érdekeit, a hozzájuk kapcsolódó embereket hozzák helyzetbe, és innentől kezdve kialakul egy ilyen deformált hűvéri rendszer, ahol csak egy dolog számít, hogy ki lojális a felette lévőhöz. És ma eljutottunk oda, hogy ez a rendszer így működik. Na most én a kádárizmusban úgy éltem, hogy nem voltam hajlandó se a pártba belépni, se a KISZ-be, sem, már csak családi okok miatt se, de most ez nem ide tartozik. Most döbbenten látom, hogy most az állampárt iránti hűség az ismét a társadalomban egyfajta ilyen követelmény rendszerként kezd megfogalmazódni. Hogy nem lehet Orbán Viktor bírálni, nem lehet, hogy a kormánytagokat bírálni, nem lehet azt mondani, hogy ez a Rogán, Habony, Orbán kommunikációs rendszer, ez gyakorlatilag ilyen rábeszélőgépként átmossa a társadalom egy jelentős részének az agyát, és ennek következtében a magyar társadalom egy jelentős része azt se tudja, hogy hol él és mit csinál. Szóval én abból indulok ki, hogy megnézem az Eurostat adatait, meg a KSH adatait, és amikor azt látom, hogy 14 évi Fidesz uralom után az Európai Unió legkorruptabb és legszegényebb országa Magyarország, legalábbis a legutolsó kettő között vagyunk, most Romániával vetélkedünk, hogy életszínvonalban lehet, hogy nem mi vagyunk az utolsók, hanem a románok, hát ez aztán nagyon jó verseny. A korrupció kérdésében meg ugye egy kérdés merül fel, hogy ki is a korruptabb? Bulgária vagy Magyarország? Na de, hölgyeim és uraim, ezt akartam. Én biztos, hogy nem. Ez a társadalom, ez a gazdaság, és ez a rendszer, ami így létrejött, és amit mondjuk nevezhetünk Orbán rendszernek,
ez számomra elfogadhatatlan. Én magánemberként ebbe létezem, de politikai, közéleti cselekvőként én ezt nem tudom elfogadni, és az a probléma, hogy bármilyen elemzést olvasok, magyarokat, külföldieket, szóval a számok makacs dolgok. Tehát lehet itt össze-vissza hazudozni, hogy Magyarországon milyen jó az életszínvonal. De hát könyörgöm, hogy amikor Ausztriában 3-4 annyi a jövedelme az embereknek, jelzem, ugyanolyan árak mellett, mint Magyarország. Hát ez nem azt jelenti minden épeszű ember számára, hogy az osztrákok 3-4 jobban élnek, mint mi. Dehogy is nem. És akkor a Rogán-féle propaganda megszajkózza ezt a baromságot, hogy utolérjük Ausztriát. Ugyan már? Hát mikor? Soha. Esélyünk nincs rá. Egyszerűen annyira másképp működik a rendszer. És hát Ausztriát nem szövi át a korrupció, a szociális biztonság és a szociális érzékenység adott, ott a társadalmi csoportok kiállnak egymás ellen. Ez egyébként rendszeres Nyugat-Európában, hogyha valamelyik szakszervezet sztrájkol, mondjuk a pilóták, akkor elkezdenek szolidarizálni velük a vasutasok, és akkor ők is sztrájkolnak, és így lehet a kormányokat, meg a multikat arra kényszeríteni, hogy megfelelő bért adjanak. Magyarországon, ha el is kezd valaki szervezkedni, és sztrájkol, nem csatlakozik hozzá a társadalom többi rétege, hanem mindenki hátradől, és várja, hogy hát majd csak történik valami, majd lesz velük valami. A magyar politika élet egyik rákfenéje szerintem az, hogy nincs alternatíva. Tehát az emberek nagyon nagy része végső kétségbeesésébe vagy otthon marad, vagy most például ugye csatlakozik Magyar Péterhez. Én nem tudom ki Magyar Péter, én nem tudok, nem kívánok sem ellene, sem mellette szólni semmit. Szerintem várjuk meg, hogy mi lesz ennek a vége. Ugyanakkor nagyon komoly kételjeim vannak. Azt látom, hogy a körülötte felbukkanó emberek azok teljesen kiszámíthatatlanok. Ő maga is össze-vissza beszél, nincs se gazdasági koncepció, nincs társadalomfilozófiai víziója, fogalmam sincs, hogy ő milyen országot akar. Tehát számomra ő egy ilyen Don Quixote, aki csak azért kezdett el politizálni, mert a Fidesz kirúgta a jól fizető állásaiból, őt is, meg a feleségét is, és a személyes sértettségem alapulva elkezdett politikai közéleti tevékenységbe, és felkapta a történelem szele, és most fújja, de hogy merre fújja, és hogy aztán mikor szélcsend lesz, hogy ő hol fog landolni, megmondom őszintén, fogalmam sincs. Ez egyébként olyan szempontból nagyon veszélyes, hogy az egész magyar belpolitikai életet átstruktúrálta, és itt a Mi Hazánk szempontjából létkérdés, hogy ennek a káosznak kétségkívül lesz pozitív hozadéka, mégpedig az, hogy ezek a nem létező fantompártok, LMP, Momentum, Párbeszéd, Kutyák, ezek valószínűleg el fognak tűnni a politikai palettáról. Ugyanakkor meg rendkívül veszélyes az, hogy az egyetlen nemzeti radikális pártot is veszélyeztetheti ez a beláthatatlan társadalom pszichológiai folyamat, mert most, mintha az emberek nagy része elveszítette volna az iránytűt, megy Magyar Péter után, és hiába mondja nekik az ember, hogy tegnap ezt mondta, ma meg az ellenkezőjét, azt mondják az embernek, hogy fogja be a száját, Magyar Péteri a jövő. Biztos, hogy nem a Magyar Péteri a jövő. Az, hogy a Fideszre ez hogyan hat ki, azt nem tudom. De ennél is fontosabb talán az, hogy a szakításom és az itt létem másik oka például, hogy én nem szeretnék többet olyan országban élni, ahol nincs egészségügyi minisztérium.
Ahol nincs egészségügyi minisztérium, az azt jelenti, hogy a kormányfő, meg a kormánytagok, meg a kormányzó pártot abszolút nem érdekli a magyar lakosság egészségi állapota. Úgy vannak vele, hogy aki szegény és beteg, az legfeljebb megdöglik, a többiek meg elmennek Németországba, és ott kezeltetik magukat, vagy elmennek a magyar magánegészségügyi ellátásba. Egyébként a világon egyetlen ország van, Nurau, ahol az egészségügy a belügyminisztérium alá tartozik. Ez teljes nonsens. Tehát ez a magyar helyzet, ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor abszolút nem érdekli az egészségügy, és nem érdekli a magyarok egészségügyi állapota, és minden a kommunikáció. És ez ott is látszik, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Most nagyon jó, hogy beterjesztenek mindenféle törvényjavaslatot. Iszonyúan megszigorítanak minden. Na de egyetlen fillért nem juttatnak a területnek, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy fog menni tovább minden, mint eddig, hiszen a szociológiai intézményi környezet nem változik. Ott semmi nem fog történni, mert pénzt nem adnak. A másik, ami engem rendkívüli módon irritál, ez a képmutatás, hogy miközben bizonyos elveket hangoztat a kormány, hogy mondjuk kereszténydemokraták, hát ha kereszténydemokraták és védik a keresztényeket, akkor Azerbajdzsánban hogyan történhetett meg, hogy 30 ezer örmény keresztényt 48 óra alatt átpakoltak a határon Örményországba, és Orbán Viktor ehhez gratulált a türk tanácsülésén az azerbajdzsáni elnöknek. Ez a keresztény demokrácia és a kereszténység eszmeinek a teljes elárulása és szembeköpése. Én a mai napig ezelőtt érthetetlenül állok. Azt meg különösen érdekesnek tartom, hogy Tristan Aszbej, a magyar kormány keresztény üldözés elleni biztosa, ő maga is örvény, és egy szava nem volt ahhoz, hogy 130 honfitársát a muzulmánok 48 óra alatt átpakoltak a határon, aki meg nagyon nem akart menni, azt meg agyonlőtték, és amikor már átpakolták őket, akkor odament az azeri elnök, és látványosan megtaposta az örmények zászlaját. Ugye ez történt Hegyi Karabakhban. Na, bocsánat, lassan befejezem, mert ebben hasonlítok a Lászlóra, hogy holnap reggelig tudnék beszélni, és azért is csináltam jegyzeteket, de a jegyzeteim ellenére már tudom, hogy túl sokat beszéltem. Még egyetlen dolgot szeretnék csak, hogy számomra a kultúra az létkérdés, mert én úgy nőttem föl, hogy állandóan olvastam, meg filmeket néztem, meg színházba jártam. És megdöbbenve látom, hogy a Fidesz kulturális színvonala az egyre mélyebbre süllyed. Ezek az országgyűlési képviselők, hölgyek, urak, kormánytagok, ezek Dankó rádiót hallgatnak, megy a magyar nóta, a visszataszító operett slágerek, a cigányzene. Kik a kedvenc ikonok? Győzike, Kis Grófó, na de könyörgöm, mi köze ennek a kultúrához? Hát ezek az emberek, ezek a magyar kultúra szennyezői. Ezeket épp, hogy ki kéne iktatni a magyar kultúrából, és átlökni őket a szórakoztatóipar területére. Mert ezeknek ott van a helyük. De az, hogy Orbán Viktor fotózkodik Kis Grófóval, hát ez számomra elképzelhetetlen. Ez olyan műveltségi és értékrendbeli színvonalesés. És akkor itt még egy dolgot, a hitelesség. Hát az, hogy a MCC brüsszeli irodavezetője, egy bizonyos Frank Füredi, akit Schmidt Mária, aki rendkívül rossz befolyással van a kormányfőre, igazolt le Magyarországra. Ez az ember, ez egy zsidó származású magyar, aki Angliába élt, nem lenne ezzel semmi baj, azt leszámítva, hogy ő alapította az angol kommunista pártot, és ő volt az angol kommunista párt elnöke. És ebből a székből igazolt a Fideszhez, és így került Brüsszelbe.
Hát most mennyire lehet komolyan venni a Frankfüredit, Schmidt Máriát, aki a munkáltatója, meg Orbán Viktort, aki aláírta a kinevezését. A másik ilyen Szili Katalin. Szili Katalin mit keres egy jobboldali nemzeti kormányban? Ő világ életében MSZMP-s volt, meg MSZP-s volt, oda lehetne tenni, most is nyugodtan mellé, ugye Lampert Mónikát, hiszen ők végig párba repültek. Tehát, hogy azért egy kicsit vegyük már egymás komolyan. Tehát, hogy bizonyos embereknek meg van engedve, hogy egy életen belül háromszor, négyszer forduljanak 180 fokot, másnak meg az nincs megengedve, hogy nem fordul 180 fokot, marad, ahol volt, én magamat ide sorolom, csak kritikai észrevételei vannak, és szerintem nekem, mint értelmiséginek a kritikai attitűd az az életem egyik meghatározó eleme. Tehát, hogy hát nekem ez a dolgom, ez a hivatásom, és ezt csinálom. Igyekszem elkerülni a személyeskedést, de amikor azt látom, hogy meggyőződésem szerint rossz irányba mennek a dolgok, akkor ezt szóvá teszem. Elnézést mindenkitől, hogy ilyen hosszú voltam. Nagyon szépen köszönöm, és akkor Raffai elnőnek. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, köszöntöm az újságírókat. Én mindig azt gondoltam, hogy most már végre történész leszek, és levéltár, könyvtár, számítógép, stb. Könyvírás. Szerencsére ezt tudom is csinálni, csak úgy látom, hogy Magyarországon egy viszonylag általánosnak mondható válsághelyzet alakult ki. Válsághelyzet. A válsághelyzet különböző jegyeit Tóth J. László, akit én most már 90-es évek vége óta a legjobb magyar politológiai elemzőnek tartok. Ebben ezért mondom, nem udvariasságból, hiszen mi elég sokat órákon át szoktunk beszélgetni a helyzetről, hogy minden elhangzott szavával, meg az el nem hangzottakkal is egyetértek. Mit jelent ez az általános válsághelyzet? Hogyha egy kicsit távolságtartó módon, elemzőként, én történészként tudok elemezni, politológusként nem, nézzük, akkor én fölsoroltam öt olyan területet, pontokba szedve, mindjárt fölolvasom és kommentálom az öt pontot, amelyben a válsághelyzet különösképpen durvának nevezhető. Én ezekhez a területekhez valami keveset értek, és talán tudom segíteni, és már minden elmondom, hogy miért akarom én a Mi Hazánk nevű politikai parlamenti pártot segíteni, milyen céljaim vannak. Ugyanis mind az öt területen kialakult ez a bizonyos válsághelyzet, az adott témának megfelelő válsági jegyekkel és jelekkel. Az öt terület, egy nemzetpolitika, kettő külpolitika, három biztonságpolitika, négy oktatáspolitika és öt tudománypolitika. Ezek ugye az én érdeklődési körömnek megfelelő dolgok, hát természetesen kell említsem, de ezt csak említem, nem részletezném, hogy elhangzott az elnök úr ismertetésébe. Hát én 15 évig a Református Egyetem tanára voltam, ott voltam tanszékvezető, oktató természetesen, tanszékvezető, dékán, 5 és 4 évig tudományos rektor helyettes, és előtte is, utána is, ugye Szegedi Egyetem, a Bekerle üzleti főiskolára, Orbán miniszterelnök úr nevezett ki főiskolai tanárnak. Szóval én a felső oktatást ismerem, de most a református egyházról csak annyit, hogy a református egyházzal kapcsolatos válsághelyzetnek az a lényege, hogy sok mindenről szó van, csak Jézus Krisztusról, na arról nincs szó. Tetszett érteni? Pedig azt hiszem, hogy talán fordítva kellene legyen. Most itt körülbelül 1000 különböző történetet tudnék elmondani, hogy melyik püspök, hogyan, miként, mit csinált. Én ebben nem mennék bele. Ezeket a ügyeket majd az elnök úrnak szűk körben
elmondom, és ő a politikus, aki megítéli, hogy mit, mikor, mire használ. Az általános válság rendkívül érdekes és fontos a nemzetpolitika területén. Ugye a nemzetpolitika szó mondjuk a németeknél nincsen. Szlovákoknál egy országban él az egész nemzet. Hát mi az, hogy mit kell nemzetpolitizálni? Kell jó pénzügy, politika, jó gazdaság, iskolarendszer, egészségügy, stb. Mi azonban Trianon óta darabokban vagyunk. Tehát 1920-ban, de már előtte 18 őszétől darabokban vagyunk, és a kis magyar időket, 38-44-et közötti időszakot leszámítva, ez így van, és hát azt kell mondanunk, hogy a NATO szövetségeseink országaiban, Szlovákiában, Romániában, és a potenciális NATO szövetségesünk Ukrajnában a magyarok rendkívül veszélyes és rossz helyzetben vannak, és meg kell mondanom önöknek, bár távol áll tőlem, hogy a Fidesz dicsérjem, de ami igaz, az igaz. Most olvastam, hogy valamelyik észak-erdélyi kisvárosban egy elég nagyon komoly református egyház által föntartott, ez fontos, hogy ne a román állam tartsa, hanem a magyar református egyház, román református egyház nincsen, egy óvodát, bölcsödét és óvodát avattak. Ez azt jelenti, és ezt a kormány dicséreteként mondom el, hogy abban az óvodában a kicsi magyar gyermekek nem a deste apte te romane, stb. A román himnusz, megy a Hóra Unirit, tanulják és éneklik, hanem Petőfi Sándort, az anyám tyúkját. Itt ugye nem a tyúk a lényeg, hanem hogy magyarul tanulja a gyermek. Nagyon komoly dolog, csak mit tesz pártunk és kormányunk? Bocsánat, kicsit agresszív kifejezése, készpénzért megvásárolja az ottani magyar politikusok közül azokat, akiket készpénzért meg lehet vásárolni. Ők nem biztos, hogy az óvodát fogják fontosnak tartani, hanem az, hogy mit mondanak nekik Budapesten, amikor a miniszterelnök úr nagyon fontos értekezletekre egyébként összehívja őket. Ez nem véletlen, hát ha megtetszenek nézni a szlovákiai, nem akarok, bocsánat, kis előadást tartani, mint aféle fafejű történész, ugye 90 perc az egyetemi előadás, de például a felvidéki magyar pártok ölik egymást évtizedek óta, ismerem őket személyesen. Romániában, Erdélyben a 3-4-5, ki tudja mennyi magyar párt van és alakul, a legszorosabb értelemben ölik egymást, veszekednek, legyalázzák egymást, hogy nekem miket mond az egyik, másik, harmadik párt elnöke, alelnöke, képviselője a bukuresti parlamentben, azt most nem fogom elmondani, majd elnök urat ezekről természetesen tájékoztatom. A helyzet az, hogy nem látom a mostani kormányzatunk nemzetpolitikai koncepciójának a lényegét, hogy mi az, amit akarunk. Mi az, amit akarunk. Na most, amit én akarok, az Toroczkai László pártelnök úr mondta el kb. Egy hónappal ezelőtt Kárpátalja kapcsán. Nem fogom megismételni. Kettő, a külpolitika. Külpolitika, hát mint Tógyi Lászlóval sokat beszélgetünk a magyar külpolitikáról. Én azt ugye évszer 50 éve egyetemen tanítom a magyar dualizmus korától napjainkig a külpolitikát tanítottam, hát most már nem. Vannak olyan dolgok, amikkel egyetértek, a kelettel való kapcsolat felvételt. Én azt abban látok pozitívumokat, hát ebben ma érkezik Xi elnök úr, a kínai államfő, nem Kínából, hanem a festői Kalimegdán, ugye Belgrádból Magyarországra. Ebben nagyon komoly lehetőségek vannak, ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy milyen negatívumok vannak. Egyszerűen se Tóthy László, se én nem tudjuk azt elfogadni, amit az izraeli külpolitika kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök úr és Szijjártó külügyminiszter urak csinálnak. Ugyanis
ahol népirtás zajlik, ahol gyerekeket ölnek meg, ott nem elég ám azt mondani, hogy Izrael államnak jogában áll az önvédelem. Nekem is ez a véleményem. Abszolút minden nemzetnek jogában van, sőt az a jó kormány, amelyik megvédi a sajátjait. Csak ez úgy lehetséges, tessék mondani, hogy közben tízezrével, ezrével ölik meg a más nációhoz tartozó gyerekeket. Hát szóval gyerekek, három biztonságpolitika. Itt csak egy-két mondat, részleteket elnök úrnak mondom el úgyis, hogy szóval amikor a honvédelmi miniszter, tehát támogatom azt, hogy Magyarország fegyverkezzen. Azt is támogatom, még annak idején egy helyettes államtitkárral az Antal kormány idején, amikor megindult a hadipar tönkre silányítása, akkor megpróbáltuk, de nem sikerült a magyar hadipart megtartani. Az, hogy most magyar hadipar legyen, hogy török eszközöket gyártsanak Zalaegerszegen, most nem fosorolom, hogy milyen harci eszközöket gyártanak Magyarországon, azt el lehet adni, lehet és kell szerelni a magyar hadsereget, de én úgy látom, hogy amikor honvédelmi miniszternek, egy általam személyesen nem ismert, nem is akarom kritizálni, egy kaszinó tulajdonost, és nem egy tábornokot tudnak oda tenni, vagy állítanak honvédelmi miniszternek, ráadásul egy rendes, böcsületes katona tábornok helyébe, az azt jelenti, hogy Magyarország kormánya most jelen pillanatban, és ezt nyomatékosan és hangsúlyozottan mondom, a nagytőke kormánya. És hogyha a honvédelmi miniszter nagytőkés, akkor nem biztos, hogy a haderő a fontosabb számára. Lehet, hogy a hadipari üzemeinek, amiket most persze átadott, tehát nem ő csinálja, a profitja. Csak elmondom tisztelettel a sajtó számára, hogy én olvasom a román sajtót rendszeresen, tehát minden nap egész pontosan, hogy a román haderőfejlesztés az úgy néz ki, hogy mi nálunk most egy darab Grippennel bővítik a légierőt. Hát kérem magamnak, egy darab Grippennel. A JASZ Grippen üzembe én voltam először a kelet-európai politikusok között, Népszabadság még az egyik utolsó lapszámába megírta ezt, érdekes ez a JASZ Grippen 39-es ügy, nem is rossz gépek. A román állam 30 valahány, nem akarok rossz számot mondani, F-35-ös, a világ 5. vagy 7. vagy 3. generációs legmodernebb gépét rendelte meg, ugyanakkor 30 valamivel kettővel kevesebb F-16-os modernizált gépet egy nyugat-európai országból. Tehát az a helyzet, hogy miközben nálunk egyesek döngetik a mellüket, hogy a térség erős hadserege leszünk, nem leszünk, mert nem azt kell nézni, hogy nekünk mennyi van, hanem a szomszédokkal való katonai arányokat kell nézni. Ez szakmai hiba, bizony. 4. pont, oktatás, politika. Hát ugye én az egész életemet elhangzott elnök úr szájából, egyetemeken, 3 egyetemen, Nagyváradi Párciumi Egyetem, Szegedi Jate és a Református Egyetemen töltöttem, meg a Vekerle Sándor üzleti főiskolát. Zárójelben mondom, a Vekerle főiskolát egy évvel ezelőtt egy kínai cég vette meg. Zárójel bezárva. Hát megdöbbentem, amikor fölhívott a tulajdonos, hogy hát muszáj volt, eladjam most a részleteket, részletek nem ide tartoznak. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy én tehát a felső oktatáshoz értek, bocsánat a nagyképű kifejezését, de az a helyzet, hogy vannak ezek az alapítványi egyetemek. Na, kikérem magamnak. Bocsánat kérek, nem akarok személyesen magam se senkit megsérteni, de amikor megnézem a Szegedi Anya Egyetemem kuratóriumi tagjait, meg a Debreceni, meg a stb., tehát ott vagy semmihez nem értő fideszes nagyságokat delegálnak oda havi 1,5 millió forintért, nem a pénz sajnálom tőlük, a szakértelem hiánya az én gondom, mert gyakorlatilag itt azt a fideszes kormánypolitikát látom, hogy oda megyünk és elfoglaljuk. És oda mennek és elfoglalják.
Elfoglalták a hadipart, elfoglalták az egyetemeket, csak az a gond, hogy oda egyetemi, legalább egy vagy két, hát nem igaz, hogy a Fidesznek csak győzikei vannak, tényleg nincs egyetemi szakértőjük. Miért nem kérdeznek meg bennünket? Mert mi szélső jobbosok vagyunk. Hát ez egy érdekes dolog, mert így az egyetemek nem rövid távon, mert a kollégák akár balosok, akár jobbokosok tanítják a fiatal kollégákat, ezek a hallgatók, de hosszú távon ez a magyar felsőoktatás üzleti alapra helyezését jelenti, ami azt jelenti az egyetemekről ugyanis az értelmiségiek, a fiatal, magyar, 20 éves értelmiségi lányok, fiúk mennek ki, és ők azt tanulják, hogy hogyan kell sok pénzt szerezni. Nem a magyar történetírás, nem a magyar fizika tudomány, nem a különböző tudományos disziplinákat kellene művelni. Tehát itt komoly veszélyek vannak. Ezért is vagyok én most itt, Toroczkai László mellett. A tudománypolitikáról erről most külön nem beszélek, bocsánat, hogy én is ilyen hosszú vagyok, de tehát amikor megtámadják az akadémiát, akkor azzal lehet, hogy én egyetértek. Csak ha megnézem, én előtt készítettem annak idején Kásler Miklós miniszter úrnak egy jelentést, annak idején, hogy ott ahhoz nem nyúlnak. Belőlem soha az életben nem lehet Magyarországon akadémikus, miközben Berend T. Iván, 90-valahány éves akadémikus professzornak minden hónapban Los Angeles mellett a villájában pittyen a bank üzenete, hogy megérkezett az 500-600 ezer közötti pénzösszeg. Hogy lehet ez, hogy a Fidesz kormány azt mondja, hogy nemzeti oktatás kell, miközben nemzeti akadémia kell, miközben úgy próbálják az akadémiát meghódítani, hogy új akadémiai elnök lesz egy Fidesz közeli, egyébként bizonyára kiváló, nagy tudású professzor. És maradnak a balos, liberális, volt kommunista professzorok. Én most a fizikusokról ezek nem beszélek, mert nem értek hozzájuk. Tehát a helyzet az, hogy az általános válság az Magyarországon most az egyháztól az akadémiáig, az egyetemtől a belpolitikáig, a törvényhozástól, hát abban nem tudnak megegyezni, hogy most akkor mi legyen a gyerekeket védő antipedofil törvényekbe. Itten órákat lehetne erről beszélni. Bocsánatot kérek, hogy én is ilyen hosszú voltam. Az életrajzomban egy valami nem szerepel. Én megerősítem azt, amit az elnök úr, pártelnök úr mondott, hogy a mai nappal Kásler professzorral megbeszéltem, hogy távozok a hogy tiszta legyen a sor, ez politikailag így korrekt. Tehát ha mi az Ákos vagyok, akkor itt vagyok, teljes testsúlyommal. És amíg Kásler Miklós miniszter volt, akkor 3,5 évig a tanácsadója voltam, trianoni ügyekbe havonta egy jelentést készítettem. Hát majd ezek talán egy könyv egyszer megjelenik, hogy teljes körű legyen az életem ilyen szempontból.